Csúcsforgalom a benzinkúton, pedig hétköznap délelőtt jártunk ezen az adivárosi töltőállomáson. Az autósok persze jól tudták, hogy mától újabb 10 forinttal csökkent a benzinára, azonnal ki is használták az árzuhanást. Legutóbb a múlt pénteken lett olcsóbb az üzemanyag, néhány napon belül 20 forintot esett az ára. Aki eddig spórolt a benzinnel, az most újra elővette a járgányát, igaz, most is csak kevesen tankolják tele az autójukat. Muszáj menni az autóra, hogy teljesen mindegy, hogy mennyi a benzinára, az ember kénytelen megvenni. Igaz, hogy nem mindegy, hogy az ember mennyit fizet érte, de akkor is meg kell, hogy vegye. A szerdai csökkentéssel átlagosan 431 forintért tankolhatunk a hazai kutakon, benzint és gázolajat is. Szakértők szerint az olajár esése és az erős forint okozta a kétszeri árenyhítést, aminek állítólag folytatása következik. Elemzők úgy vélik, a hónap végéig még olcsóbb lehet az üzemanyag. Június elején azonban megállhat a sofőröknek kedvező tendencia. Az utazási szezon kezdete ugyanis hagyományosan benzináremeléssel jár, vagyis a nyaralásoknál már ismét 450-460 forintos literenkénti benzinárral kalkulálhatunk.